áll az alkú. Izgulsz, Benedek? Hát izgulok, nem dolgozok, de eszek. Akkor nézzük, kik izgulnak, érted? Itt van mindjárt Béla. Erotikus filmekben játszom, hardossa, ami a csövön kifér, érted? De én nem gyúrok rá csajra, érted? Mert valaki rágyúr a csajra, érted? De nekem nincs rá szükség, érted? Tehát nekem nem kell se pirula, se vákum, érted? Érted. Anikó. Műtősnő vagyok az Észak-Pestvidéki klinikán. Sokat tanultam, de azért ugyanolyan műtősnő vagyok, mint 4 éve. Anikónak nem kell félnie, mert ott van mellette Zsolt. Zsolt vagyok, rendőr vagyok. 33 éves vagyok, Zsolt vagyok. A Bélával arról beszéltünk, hogy az ő mundérjának a becsülete sokkal jövedelmezőbb. Azért én kamerák előtt nem tenném. A te ruhád is egyenruha. A Bélától megcsömörlöttem, és édesanyám Whoopi Goldberg beszélt rá, hogy lépjek be a rendbe. Rendben. Péter. Régész vagyok. Piramis játék közben szerettem meg ezt a szakmát. Nálunk ez családi hagyomány. Anyai nagyanyám szövőnő volt, apai nagyanyám viszont szemfelszedő. Így lettem én, régész. Én lovaglás közben szerettem meg ezt a szakmát, így lettem lovász. Hajrá, Benedek! Hajrá! Károlyon is egyenruha van? Ez egy ilyen nap. Áll az alkú. Monika, nem fázol? Egy plémjét sosem fázik. Tili bácsi, az Istennek se kerül rád sor. Kell a pofám a műsorba. Bogi, rajztanár. Igen. Magdi. Én tehenész vagyok, szeretek fejni. Benedek. Van valami szisztémád? Tegnap a Boginál volt ez 50 millió, tehát ma szerintem nem lehet nálam. Hát nem tudom, nekem Lenke a sötét volt, vagy nem tudom, mert ha most így végignézek, akkor én mondjuk a mannyira tippelek. Emlékszel nálam mi volt? Emlékszel? Ugye emlékszel? Megmondom, igazgató úr. Az igazgató úr azt mondja, hogy te hülye vagy. Nem! Nem vagy hülye! Jaj, Istenem, én annyira izgulok! Benedek! Öt táskát kell kinyitnod. Zsolt! Gondold meg! Tudod, mi volt ketten? Nem emlékszel? Én nem nyitnám ki. Akkor meg Béla. Hülye vagy! Nekem még sose volt kicsi benne. De akkor nem. Akkor mégiscsak Zsolt. Zsolt! Biztos? Biztos! Biztos! Én szóltam, én figyelmeztettelek. Azért vannak a jó barátok. Mocskos állat! Én éreztem! Én is! Én is tudtam! Én is tudtam! Rohadj meg! Rohadj meg! Tessék! Azért vannak... Még nincs veszve semmi. Magdi! Nálam tegnap 1 forintos volt. Igen, én erre emlékszem. Nem pofáltam már! Nyissad már ki! Úgy van! Csak 3 táska. Péter! Zsolt nem volt jó választás. De a többiek biztatóak. Hajrá, Benni! Hajrá, Benni! Hajrá, Anikó! Benni! Jaj, ne! Nagyon félek. Benedek, nem akarok csalódást okozni. Nekem te sokat jelentesz. Már az előválogatáson is megérintettél. A Zsolt is tetszett, és Tibi bácsi is bejött.
Igaz, hogy Károlyan majdnem lefeküdtem, de te vagy nekem az igazi Benedek. Kell lesz nekem, Benny. Nyisd ki, Anikó. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Sajnálom. Kicsit rohadt ribanc vagy ezzel. Nem áll, ne! Hagyjatok! Ne! Na, még egy. Lenke. Az igazgató úr azt mondta, hogy ajánlhatna 250 000-et, de ezt most nem teszi meg. Persze ajánlhatna milliós nagyságrendet is, de hogyha átlagolja a 10 forintost, a banánt, meg a többi összeget, akkor matematikailag 1 000 000-t ajánlhatna, de ezt most nem teszi meg. Egyébként azt is mondta, hogy visszataszítónak találja a pofádat, és nagy nehezen végül kibökte a 310 000-et. Mocsok tőkés! Szemétbankár! Rohadék! Kutyafáját annak az igazgatónak bocsátsa meg neki az úr. Skót állat! Piszok pénz hajház! Ne álljon az alkú! Nem áll az alkú! Nem áll! Nem áll az alkú! Na, még 5 táskát kell kinyitnod. Béla! De izgulok! Takarodjad! Szereted a banánt, Benedek? Szeretem, szeretem. Hát te, Béla? Ó, nálunk ez munkaeszkő. Nyíksad ki, Krisztina! Gyerekem, kívánom, hogy ne én borítsam fel a rendet. Lehetett volna rosszabb is. A sors kifürkészhetetlen. Bogi. Miért pont Bogi? Hát nem mindegy meg. De mindegy meg. Te menjél az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva. Köszönöm, Bogika, kösz. Húsolja ma! Károly vagy Tibi bácsi? Én vagy Tibi bácsi. Én vagy Károly. Á, most sokat segítettetek. Nos? Károly! Nos, Benedek, már csak 2 táska maradt. Az egyik 1 000 000-t, a másik 5 forintot ér. Hol jár az eszem, csak a csengő figyelem. Nem jó egyedül, de én várnék szívesen. Igen? Nem. Persze. Na, én ezt nem mondanám, igazgató úr. Értem. Jó, rendben. Rendben. Átadom. Csere! Igen? Nem, nem kérem, ez nem a fodrászat. Kérem. Az igazgató úr cserét ajánlott fel. Nem cserélek. Ad nekem az igazgatót. Halló, igazgató úr, kérem. Ne haragudjon, beszélhetnénk arról, hogy merre járt múlt hét végén, amikor azt mondta, hogy túlóráznia kell. Na, annyit mondanék magának, Saci,
óbuda, flörtpanzió. Micsoda? Mennyi? Hát ne! Ne. Az nagyon, nagyon kevés. Akkor menjünk tovább. Zsóka, igen. Minden páratlan héten kedden Szentendre, Pusz-Pusz Hotel. Igen? Nem, még mi? Na jó. És Ancsa, Siófok, Alcser vendéglő, ruhatár, a pult alatt. Mi csinál? Me? Jó. Áll az alkú. Mennyi? 5 millió! 5 millió!